Bár javában zajlanak az érseki palota épületegyüttesének felújítási munkálatai, a kulturális és turisztikai látogatóközpont nagy népszerűségnek örvend az Egerbe látogató turisták körében. Az előző évekhez képest megnövekedett a látogatottságunk, és hát mind a mellett, hogy az állandó kiállítások mellett időszakos kiállításaink is vannak, azon túl pedig a pincerendszerünk is nyitva áll az ideérkezők számára. Augusztus 18-án Jézus szíve, légy velem címmel a mezőkövesdi Jézus szíve búcsú elmúlt 100 évéről nyílt tárlat a látogatóközpontban. A megnyitón Tőkés György jezsuita szerzetes elmondta, 1823-ban telepedtek le rendtársai Mezőkövesden, az ő tevékenységük nyomán indult el a templomépítés, iskola alapítás, a Jézus szíve tisztelet, amelybe a matyó népviselet és a hagyomány egyes elemeit is beemelték. Dr. Török László teológiai tanár, a mezőkövesdi Jézus szíve egyházközség plébánosa köszönetet mondott a mezőkövesdi Matyó Múzeumnak és a jezsuita rendnek a kiállítás összeállításában nyújtott segítségért, majd felidézett néhány történelmi mérföldkövet, amelyek a matyók hitéletét befolyásolták. Hangsúlyozta, hogy a jezsuiták az összetartozás alapjait fektették le a településen, az 50-es évek üldöztetéséig, a szétszóratás időszakáig határon túlról is rengetegen vettek részt a búcsú ünnepén. Történelmi viszontagságok ellenére ezt a búcsút mindig sikerült megtartani. Talán voltak létszámbeli ingadozások, az útvonal is változott az évtizedek során, de a szándék az továbbra is megvan. Hálásak vagyunk, hogy egy ilyen évfordulónak a részesei lehetünk ilyen módon, mintha mi is bevonulnánk a történelembe, hogy ez a mi időnkben történt, és majd következő nemzedéknek mutogathatjuk a képeket, hogy ott voltam, én is részese voltam ennek az eseménynek. És hát köszönjük, hogy másokat is részesíthetünk eme kiállítás által, reményeink szerint, akik eljönnek Egerbe, eljönnek a látogató központba, kicsit eljönnek Mezőkövesdre is. A matyó hímzéssel díszített miseruhákat, liturgikus tárgyakat, valamint tablókat tartalmazó tárlat november 5-ig tekinthető meg a látogató központban.